Én itt születtem a Malom utcában, abban az időben a leghíresebb utca volt, mert az összes vízimolnár, a hajósok ebbe az utcába laktak, ami a Dunára néz. Tehát én nem messze voltam a Dunától, igaz, először a horgászat érdekelt, de utána hát kezdődött a kajakozás, először Domboriban. Gabi, mikor kezdődött? 71-ben. Azóta van ez a klub, azóta vagyok én is először, mint versenyző. Úgyhogy versenyzőként én aranyelvényes szintet értem el, első osztályú szintet, és utána már edzősködtem, mert általános iskolát itt végeztem. Itt Tolnán két textilgyár működött nagyon jól, én elképzeltem, hogy művezető leszek, az milyen szép lesz, és így kerültem Szegedre a textilipari szakközépiskolába, ahol télen már csatlakoztam az edzésekhez, és a Petics József volt az ügyvezető elnök, a híres cukrász Szekszárdon, és ő telefonált nekem, hogy szeptember van, jöjjek haza edzőnek, én vagyok a legidősebb, mert akkor eladja a hajókat, hát volt egy csomó klubjuk, a természetjáró, pingpong, mindenük volt, és jöjjek haza, hát mondom, én úgyis edző szeretnék lenni, akkor most hagyjuk egy kicsit a textilipart, és akkor haza is jöttem, és hát szeptembertől már én voltam az edző, akkor a Gabi is elkezdett kajakozni, itt ismertem meg a feleségemet, hát hol ismerkedne az ember, ahova jár dolgozni, és ő Szekszárdon érettségizett, és onnantól kezdve, bár ő is edző lett, a legjobb eredménye a Gabinak ifjúsági válogatott volt, tehát ő Szolnokon az OB-n ment, és döntős volt, és későbbi világbajnokokkal versenyzett, a Rakusz Évával, és ilyen sportolókkal. Na de leérettségizett, hát én 19 éves korom óta edző vagyok, hogy így hirtelen belecsöppentem, de ez nem ritkaság, a KSÜ-be is például 17 évesen már mondják, ne hagyd abba a sportot, maradj itt köztünk. És akkor így alakul, és hát nálam is szerencsésen így alakult. És utána kezdődően hát a Gabival már együtt mentünk iskolába, Szekszárdon elvégeztük az egyéves segédedzőit, ami nagyon jó volt, mert nagyon tudtuk a szakrajzot rajzolni, ugye gyakorlatokat. Tehát mentünk tovább akkor a két éves iskolába edzőképzésre, akkor az akkori szakfelügyelő Magyar Kajakkanú Szövetségnél, a Vajda Vili, egy nagyon jó ember volt, ő most rábeszélt, hogy nekünk el kell végezni a TF-et, tanuljunk, és elintézte, hogy hát bekerüljünk, és se vegyenek föl, és legyünk diplomás edző. És akkor 4 évig ugye Budapestre jártunk, akkor utána én hazajöttem, ott elhagytam a Gabit egy kicsit, mert ő még 4 évig ott maradt, tesővő tanár lett a TF-en, tehát ő jó kihúzta magát ott. Én pedig hát tanítottunk az iskolába, a Gabi sokáig, most nyugdíjig, én csak 12 évig, ami szintén sok volt, de én gyógytestnevelő képesítést szereztem a PT-en, mert az általános iskolában gyógytestnevelést tudjak tanítani. Mindig volt 5-6 sérült gyermek, akivel foglalkozni kellett, de kellett a végzettség is. A pápának a nyári rezidencián volt az első ifjúsági világbajnokság a síkvízen. Oda ment a magyar csapat, és köztük volt a Nagyvár Tibor az 504-esben, és hát másodikak lettek, de 5 percig világbajnokok voltak, mert a Rai Uno TV kiabált, hogy Ungaréze, Ungaréze, ők jól látták a célvonalat, na a szovjet és a román bíróval, hogy Ferdén nézhették, mert az övéiket hozták ki a szovjeteket, hogy ők a világbajnokok. Ide eljöttünk Tolnára, és vadnyugati módon a Gabival elfoglaltuk ezt a területet, ahol vadkender volt, egy kicsi ház volt, egy család lakott, sok gyerekes, meg egy romos hajótároló, meg a düledező öltözők, és akkor itt mi elkezdtünk építkezni, bontani, és majd mondom a segítségeket is, és akkor előtte, ugye az 56 előtt, azt én még nem láttam, csak később, itt volt egy gyönyörű uszoda, 50 méteres OB2-es vízilabda csapat volt Tolnán, és nagyon kicsi volt a Duna, nem volt ilyen széles, mert 8 méteres víz volt, meg 10. És 50 méteres úszoda szépen tornyokkal, stégen bementek, akkor a tolnaiak átmentek, dunai homok volt, tehát keskeny volt a Duna, nagy mélységgel ott feküdtek, és onnan szurkoltak a vízilabdásoknak, és onnan ez az egész nézősereg visszajöttek a ladikokkal, mentek le a vásártérre, a boxmeccs volt, és utána a foci meccs. Tehát nagy vízi élet volt, és ide csöppentünk be, és akkor elkezdtünk építkezni, akkor mellénk állt a két fia, kajakozott a Melki Antinak, a tüzépfőnöknek, akkor az Ezer, János az is segített, mert most lejövünk a lépcsőn, az ő építette, mellette a sárba csúszkáltunk lefelé, akkor az dr. Szilák Mihály volt a tanácselnök, ő is segített abban az időben 50 000, nem nagy pénz, de abban az időben az bizony nagy pénz volt.
És utána jött a Bíber Laci bácsi, aki lejött ugye az eredmény után, és akkor be lett fejezve, tehát tornatermünk van, öltözők vannak, hajótároló, pihenőszobák, tehát egy komplex vízitelepet sikerült építeni. 68 dobogós helyezés, és hát ez azt jelentette, hogy a tolnaiak beutazták a világot, tehát Európában mi mindenhol voltunk, Angliától kezdve, Portugálban, de mindenhol többször. Tehát azt kiszámoltam, hogy 2,5 milliót vezettem a kisbuszokkal és a kéttengelyes nagyvontával, de ez 15 méter. Úgyhogy én a földet 6-szor sikerült megkerülni ezzel a szerrel, mert nem egy pingpong ütőnk van, hogy fölülünk a vonatra, itt a szereket el kell vinni, más hajóval nem tudunk menni, ezt ki kell vinni ide és oda is, mindenhova, tehát oda el kellett vinniük nekünk mindig, és hát mindig az edző vezeti, hát én voltam a válogatottnál is az edző, és akkor hát az húzza. Akkor sokszor vittük a tolnaiakat, az ifiket, hadd gyakoroljanak, engedélyt kértem a szövitől, hát persze ők már be voltak gyakorolva. Tehát nem véletlen, hogy Bartadia is kétszeres világbajnok lett, a tolnai kislánya. A nővére is VB második, meg EB-n mindenhol szerepeltünk. Tehát így a tolnaiak eljutottak. Buchmüller Judit, ifi lány volt Ausztráliában, második lett most építészmérnök, tehát Szakály Viktora, az erőműben mérnök, a Jámbor és az Inger Nikoletta Szekszárdon csináltak klubot, és nagyon jól megy, hát nagyon örülünk. De egy napunkat, ha elmondjuk nyáron, hogy reggel 6-kor itt kell lenni edzésen, de 7:30-ra hozzák a szülők az újoncokat, mert onnan szeretnénk meríteni majd, hogy legyen kajakos, ismerjék meg a sportágat, kenuzzanak, egész nap fürdenek, mint a kacsák, délbe finom ebéd van, ez megy 4-ig. 4-kor elengedjük őket, jönnek a szülők, de jönnek a kajakosok. 4-től 6-ig edzenek. És akkor nem beszéltem ugye a karbantartásról, mert itt kijön be füvet nyírni, hát senki. Itt az edzőnek a kilincsét, a WC-t, mindent rendbe tartani. Mire 3-ra jönnek a gyerekek, ne vegyenek észre semmit, csak át kell öltözni, edzeni kell, tehát minden rendben van. Ugye az indiai sportminisztérium alkalmazottai voltunk. Ott 8 hónapos edzések vannak, utána kapnak egy hónap szabadságot, és katonák és rendőr. És hogyha valaki ottan mondaná, hogy hát ő nem akar, meg nem, akkor ott mindjárt a főtörzsőrmester megírja, hogy akkor a pakisztáni határa vagy a kínaira megy föl, ahol kicsit vissza is lőnek, meg hát elviszi őket a lavina. Na hát ilyen bajunk nem volt. Először próbálkoztak, én még angolul nem tudtam, de sorakozó volt, 50 gyerek, ott volt a 2 méteres keralai főedző, aki helyember, és akkor a Gabi fordított, és mondta, hogy ez beteg, minden másik beteg volt. Akkor mondtam a Gabinak, mondja meg, hogy nem a kórházba jöttem edzőnek, hanem a válogatott mellé. És hogy kinek fáj a válla, nagyon fáj. Akkor ide félreállsz, futóedzés. Akinek a lába fájt, az 2 óra kondiben, gyönyörű kondi volt mindennel. És akkor szépen ezt megcsinálták, másnak megkérdezi megint az indiai edző, hogy ki beteg. Hát senki. Azt mondta, ő neki, ez nem jutott eszébe, hogy a fehér ember kell ide. Hát mondom, ez a katona egy gyógyszer, army medicine. Tehát gyógyultan távoztak másnak, és soha többet nem lettek betegek. Egy fiunk van, és van egy fiúnokánk, ő is kajakozik véletlenül. Őnek is mondtuk, de volt, hogy fönt mértünk időt, mert ott mélyebb víz van. És nézzük, hogy ki jön itt föl. És akkor az a fiunk volt, a Balázs levonszulta egyedül ezt a nehéz kajakot, mert 11 kiló, vagy 12, és a part mellett jött föl, nézve a békákat, a madarakat, tehát ott szépen bóklászott, és oda jött hozzánk, hogy ő most megjött. Úgyhogy így kezdődött, hát a Marci, az unokánk szintén, úgyhogy tavaly a Marci egyesben már magyar bajnok volt, Győrben, tehát 5000 méter Mosodi-Dunán felét föl, felét vissza, és hát lefele még jött az ellenfelekkel, és akkor egyszer megunta, és azt mondja, hogy eljön, hogy nehogy itt löködjék. És akkor mindig nézett hátra, hogy ezek miért nem jönnek? Hát nem jönnek, mert nem bírta. Hát mikor megnéztük, a Gabi nézte meg épp az unokánkat, hogy Marci, menj föl, és húzockodjál. De volt 10 éves, és fél perc alatt 24-et húzockodott. Tehát ilyet a többiek 4 év eltelik, aztán leesik, nem tud fölhúzockodni. Járok kezelésre, de a legutóbbi vizsgálat kimutatta, hogy drasztikus javulás. Tehát ezt bízunk benne. Nem egyszerű, mert Kaposvárra járunk, a Gabi mindig eljön velem, és hogy drasztikus javulás.
lát a doktornő. Hát mi nem nézzük a CT-t, meg nem kezdek latinul rá, hogy jó, fölidegesítsük magunkat. Azért van a doktornő, ez ő, azt a lő, majd ő kezel bennünk, vagy engem, és majd megmondja, hogy mi legyen, és hogy legyen. Az jellemző ránk, hogy hát kemény, mert az army medicine-t azt tudjuk, de nem kiabálott, tehát nagyon kiabálni nem hallottak. Én nem hiszem, hogy itt üvöltözve, vagy nagyon sok egyszerű ordít, meg átmegyek rajta, tehát ilyet nem. Semmi. Tehát őnek is meg kell érteni. Hát ha keményen kell dolgozni, akkor lehet valami. Hogyha betesszük a zsákba munkát, akkor ki lehet venni az eredményt. Ha nem tesszük ki, jön a verseny, akkor ott lehet sírni, meg dobálni a lapátot. Ott már késő. Hát előtte kellett volna.